Nos, akkor nézzük azt az oprendszert, amit már két videóban is említettem, ez pedig a Bunsen Lab, vagy Bunsen Lab, egy Debian alapú oprendszer, ami a stable verzióra épül, és ha megnézzük a terminálban, akkor ez már a lithium verzió, nem pedig a helium, vagyis a leges, legújabb, illetve, ugyan 4.19-es kernelt futtat, az pedig ugye nem a legújabb, viszont betonstabil az oprendszer. A fogyasztásáról azt hiszem mindent elárul, ami itt van jobb oldalt kánkiban, ez már alapból a részét képzi a rendszernek, amikor feltelepíted. Ugye maga az oprendszer, hogyha elindítod, akkor ilyen 3-400 megállt zabál, aztán hogyha beindítasz egyen OBS-t, vagy chromium vagy bármilyen más egyéb zabáló progit mint egy Kdenlive, na akkor felmegy körülbelül 2 gigáig és ott meg is áll. Ahogy nézheted úgy, hogy be van rakva a rendszer már rendesen belaktam, úgy 5,54 gigát foglal a 108 gigából, amit adtam neki és felvétel alatt is mindössze 6-7%-ot zabál a procingból. Ugye ami különlegessége a Debianhoz képest az az, hogy alapból egy jól konfigurált open box felületet kapsz, amiben már minden elérhető, és hozzá kell tenni, hogy te is tudsz természetesen még állítgatni rajta, ajánlott figyelmedbe például a preferencenél a Tint 2, a Kanki, a Kompozitor, a K-Bedings, és legfőképpen a JG menü, ahol igen jó kis állításokat tudsz létrehozni úgy, hogy ténylegesen személyre szabottan a lehető legjobb élmény nyújtsa neked az oprendszer, és akkor menjünk végig az ilyen kötelező kis parancsokon, mint például hogyan tudjuk használni a billentyűzetünket, hogy minél gyorsabbak legyünk az oprendszeren. Alt 2, az egy GM rányi meg, ez már ismerős lehet egy árkó Linuxból, ugye. Alt 3 vagy Alt 3, pedig a D menüt nyitja meg a Super magát, a Start menüt. Ha itt elkezdesz gépenni mondjuk OBS, akkor már dobálja ki neked a történetet, és ha nyomsz egy ha a pontos találatot meg, akkor már tudsz is menni. A Super tab azt tudod megnézni, hogy a két asztal közül éppen mi van megnyitva az egyiken, illetve a másikon, és hozzá tudsz adni új asztalt. Én ezt nem használom, Super T-vel, ugye, leánykori nevén Windows gomb T-vel tudod a terminált megnyitni, és azon belül is tudsz ügyködni, hogy milyen szín legyen és hol éppen. Ugye én zöldre váltottam abszolút, hiszen nekem ez a legkényelmesebb így elég sötét szobában. Aztán tudod ugye a Super F-vel megnyitni magát a fájkezelőt. Hozzáteszem, itt kitérnék arra, hogy ide kell pakolni a sima mappádba a képet, amit szeretnél háttérnek használni, mert úgy képes a nitrogén ezt neked megjeleníteni és kiválaszthatóvá tenni. Aztán van itt nekünk egy szuper elbetünk, ami nem más csinál, mint az utoljára megnyitott kis történetet fogja megnyitni számodra, és akkor itt ki is térnék arra, hogy ha te balkezes vagy, mint én, akkor ezt az X-Mód parancsot mindenféleképpen vagy rak bele az automatikus indulásba, és hogyha már gyakorlatabb open box felhasználó vagy, akkor ez nem fog problémát okozni, és akkor már így indul az op -rendszer, vagy pedig minden indításkor a terminálba dob be, és akkor szépen úgy fog indulni, ahogy annak kell, ugye balkezes módon. A másik, hogyha tévével rendelkezel, mint én, monitor helyett, akkor nagy valószínűség szerint néz meg ugye magát a x parancsal a kimenetedet, és annak függvényében ad meg neki az 59,94-et, mint hertzet, mert különben elég érdekesen fog villózni a kijelződ, amit most inkább nem mutatnék be. Természetesen látszik még más egyéb parancsot, ez nem a teljes fontos parancsok V1 című történetem, ugyanis van még millió egy oldal, csak ezt így kivágtam belőle, ugyanis itt még tudod ugye a gammát állítani, meg tudod a fényerőt is állítani, ez ugye a régebbi monitornál volt számomra fontos, amikor kényelmesebb volt így állítgatni, mint hogy a mindenféleképpen kd t vagy xfc et vagy ilyesmit használjak asztal kezelőként, vagy felületként, ami ezt lehetővé teszi, menjünk tovább, ugye van egy média playerünk, én többet is feltettem, de nézzük, ez egy szuper emmel is rögtön vlc nyit meg, hozzáteszem, itt tökéletesen működik a VLC. Nem úgy, mint utoljára az Arco linux illetve az Endeavor OS-nél, ahol mind a két KDE felületnél, illetve XFCE felületnél, ugye az Arco Linux-nál, hogyha megnyitottam valamit a VLC-be, akkor onnantól kezdve hiába zártam be, az, az asztalra ragadt, ide a tárcára, és képtelen voltam újabb videót indítani benne, mert ő egyszerűen befagyott. Ez szerintem VLC hiba, vagy pedig egy hiányossága az említett két asztal kezelőnek, gondolok itt ugye vagy bocsánat, a, vagy felületnek, bocsánat, az XFCR-re, illetve a KDR-re, aztán van itt nekünk egy szuper V betű megnyomására egy ilyen szép kis Audio, ugye itt sem menekülünk tőle, egy szuper hánk, amivel meg megnyitjuk a hátoppot, és meg tudjuk nézni, hogy mennyit fogyaszt az oprendszerünk, ugye itt közben csökkent is a felhasználása az oprendszernek, illetve látod, hogy még futnak éppen, le tudod zárni szuper L betűvel, vagy I betűvel, én nem szeretném, de ugye le tudod zárni a kielződet. szuper XL pedig létre tudod azt hozni, hogy ki tud választani azt, hogy most újraindítani, hibernálni, vagy kikapcsolni szeretni de a gépedet. Röviden, ám de velősen ennyit ugye a felületről magáról. Most nézzük akkor a telepítést. A telepítés az ekte Debian, és már a Debian 10-nél jó ideje belefutok abba folytában, hogy a gráb az képtelen települni, végig majd az egész telepítési folyamat, de a gráb az mumi parancsal, hibával kifekszik. Ugye mi a különbség a mostan felrakott Bunsen Labs, illetve a próbálkozásaim a Debian 10 telepítések között annyi a különbség, hogy a USB-re nem UEFI-ként, hanem MBR-ben, régi módi szerint írtam ki az izót, és így érdekes módon azonnal felmegy az oprendszer, annyi kényelmetlenség van, hogy a Grab képtelen felismerni a Windows, hiszen az UEFI-ként van telepítve, és hiába frissítem a Grabot, mielőtt ajánlanát figyelmembe, nem látja, így F11 gépindítása után lenyomva, és kiválasztani, hogy melyiket bútolja be, mint lemezt. Ennyi a kényelmetlenség, azon kívül tökéletesen mozog, az rendszer nem reccent meg, nem halt le, nem fagyott le az utolsó három 4 napban, mióta használom, napi szinten hozzáteszem. Ugyanis csak akkor megyek át Windowsra, amikor éppen játszom. Na jó, az naponta 4 óra, amikor így itthon vagyok, de azon kívül ténylegesen mindenben ezt a kis oprendszert használom. Illetve ugye alapból, ami még fontos lehet, hogy a webbrowsernek neked a Firefox ESR verziója lesz alapból telepítve én feltelepítettem a vivaldi meg az Operát, még igazából mindig ott tartok, hogy azon agyalok, hogy mivel váltsam ki a chrome -ot. Mert a Chrome-ból elegem van, főleg, hogy az utóbbi időben ugye elég sokat olvastunk arról, hogy problémák vannak a Chrome-nak a adatkezelésével is, stb. Ugye itt van egy ilyen témmenedzserünk is, ahol meg tudjuk nézegetni a különböző témákat is át tudjuk uh, állítani, és megnézzük, hogy mik vannak ugye lementve. Jelen pillanatban ugye van egy ilyen forever roomunk, aztán uh, ezt most fedeztem fel, tényleg. Ez egy újdonság, gyerekek. Látjátok, erre hasznos a videó. Ez például hogy néz ki? Erre most nagyon kíváncsi vagyok. Azt mondja, hogy... Uh, Adnyó. Enter New Collection. Mi tudod, mint a vícbe. Kié, kié, Mikié. Ki a faszzi? Hát a Mikiébb az meg. Na hát körülbelül ennyi. Ö, meg vagyunk, fogalmam nincs, hogy fogunk átállni. Mert most ő elég érdekesen kezdte. Oké, lementettük, és a Mikié van elméletileg alkalmazásban, de nem. És ha én ezt szeretném használni, akkor mi van? Na mindegy, ez egy másik videó témája lesz, amikor bizony saját magunk képére fogjuk alakítani az oprendszert, ugyanis most sikerült egy új témát készítenem a jelenlegi beállításokkal, ami halál felesleges volt, hiszen láthattad, hogy a Bunsen Labnak a litiumát alapot használom, nem mást, meg itt szépen följött nekünk az OBS felület, amit hogyha már itt tartunk, akkor érdemes is lesz megnézni, hogy körülbelül hány perces lehet a videónk mert most már így jó lenne ezt így abadni. 10 perc. Szóval, röviden ám de belősen, ha te szeretnél egy Debian 10C de Open Box előre definiált full kényelmes atomstabilon működő oprendszert, akkor itt van lab. hozzáteszem nem majd csirka a történet, hiszen már 15-ből is találtam bejegyzéseket, iszonyú jó fóruma van hozzá kell tenni, ezt még tényleg akkor így utoljára megmutatom neked, mert nagyon jó, csak puskázok, hogy mivel nyitjuk meg, Ctrl V, nem, Super V a... Igen, itt vagyunk, nagyszerű utoljára ugye, nem itt kerestem, nem itt, azt hiszem ez az. Igen, bunsen láb. És akkor itt van. Tessék, a fórumunk, ami rohadt jó gyerekek. Itt, ha beírjuk, hogy bunsen láb, vagy bunsen, vagy bunsen, bun sen Tessék, fölmegyünk az oldalára, ugye alapból lesz fogad angol, hozzá tezem, szóval tanulj. de hát az már, már eh, tuti, hogy te ezt tudod instalálás, hírek csomagok támogatás, fákú felhasználás, ugye, és fórum na gyerekek, annyi mindenből tudtok válogatni, hogy már bocs a szó ide, de beszartok de tényleg van itt ilyen tutoriális ta, tatata és millió egyebbi egyéb felhasználás, hogy tudod a JG menüt használni, stb. Arra még én sem mentem rá, hozzáteszem. De ugye a hardware és kernel támogatásról, GUI-ról, basic alapsegítségekről, stb. 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 kapsz tök jó kis infókat. Ugye láthatod, hogy eléggé napra kész, hiszen ugye egy-két napja, hogy frissült ez a történet, már ami a fórumot illeti, illetve vannak olyanok is, ahol láthatod, hogy 2015, szóval, na, érted? 2015 óta ment ez itt, bujkált, jobbra-balra, és fogalmam nem volt, hogy ez a király kis oprendszer ez így létezik. Hát azért ez így eléggé epic fél, szerintem a részemről, de akkor így köszönöm, hogy megnézted ezt szóval a videót, én Toku voltam a Rolintektől, és folytatjuk legközelebb valami teljesen más témával, remélhetőleg az is érdekes lesz számodra. További szép napot, pápá! Pá.